Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Köszöntök mindenkit a Pünkösdi Vigasságok rendezvényünkön. Köszöntöm a helyieket, az ismerős arcokat, akik nélkül nálunk nem ünnep az ünnep. Köszöntöm a vendégeket is, akiket mindig szívesen látunk itt környén. A keresztény hagyományban Jézus feltámadása után 50 nappal Jeruzsálemben zajlottak az események. Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zugás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg, és nekik szétoszolva leereszkedtek mindegyikre. Mindannyiukat elöntötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek el beszélni. Ahogy a lélek szólításra indította őket, úgy. Ez idő alatt a férfiak Jeruzsálemben tartózkodtak. Az ég alatt minden népből. Amikor ez az ugás támadt, nagy tömeg berődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, és mindenki a saját nyelvén hallotta, hogy mit beszélnek. Nagyon fontos ünnep tehát a pünkösd. Egyrészt azért, mert ezen a napon ünnepeljük a kereszténység megerősödését, másrészt azért, mert ez a betakarítás, az aratás ünnepe volt, és az, hogy idén is lesz mit enni, vallási szempontból megfogalmazva azt, hogy Isten nem hagy minket cserben, és megbocsátja bűneinket. Ennek megfelelően a magyar néphagyományban is számtalan szokás kötődik pünkösdhöz. Ezen a napon bontották le a májfákat, ahogy ezt tettük mi is, és ezen a napon a természet megújulásának ünnepét is ünnepeljük. Középkor óta ügyességi verseny, például lóverseny, ezeken választották ki a pünkösdi királyt. Innentől egy hétig, vagy akár egy évig is a pünkösdi király szerepét minden lakodalomban és mulatságban betöltötte, illetve a kocsmákban ingyen ihatott. Ennek a párja a pünkösdi királyné járás volt, a lányok házról házra jártak, négyen vezették be az ötödiket, a legkisebbet, a legszebbet, a pünkösdi királynét, kinek a kezében egy kosár volt, és rózsaszirmokat hintett. A királyné feje fölött mintás kendőt feszítettek ki, vagy fátyollal borították be. Mi a közös ezekben a történetekben, szokásokban? Hogy pünkösd ünnepe valamiféle gondtalanságot, féktelenséget jelent. Hogy elfogadjuk a nyári hangulatot, azt, hogy a munkát elvégeztük, hogy becsületesen élünk, akkor ilyenkor a gondviselés, és Isten hozzáteszi a többit, vagyis az aggódás ideje elmúlt. Igazán fontos dolgok már eldőltek, ezen az ünnepen nincs más dolgunk, mint hátradőlni, és egy kicsit mindannyian élvezzük azt, hogy pünkösdi királyok és királynék lehetünk. Elsőként a környei magyar dalkört hívnám a színpadra. A környei dalkör több évtizedes múltra tekint vissza. A magyar népi hagyományokat őrzik. A dalkörnek egy alapító tagja van, Bolemányi Magdolna, aki gyerekkora óta énekel és citerázik a csapatban. Elsősorban helyi környei rendezvényeken vesznek részt, például március 15-i ünnepség, sörfesztivál, pünkösdi mulatságok, bornap, adventi koncertek. Feléptek már Tatabányán, Tárkányban, Oroszlányban és Felsőgallán is. Az elmúlt évben a Kóta területi népzenei versenyén aranyminősítést kaptak. Idén a Forgó Rózsa Fesztiválon pedig ezüst minősítésben részesülhettek. Az idén nyitravidéki népdalokat hoztak, és néhány pünkösdi népdalal is kedveskedtek. Citerázik Bolemányi Magdolna, szólót énekel és citerázik Galgovics Ág Adrien, szólót énekel Böröckiné Szűcs Judit, Domina József, Galgovics Tamás. A dalkör terelgeti Bozó Kucskár Anikó. Fogadják őket szeretettel! Mikor engem a szent által mérték alá állította, két kapitány úgy vizitált, ebből lesz a magyar huszár. Mikor göndör hajam vágták, babám kötényébe hányták, nem volt annyi hajam szála, mennyi könnye hullott rája. Mennyi könnye hullott rája. Körtéfa,
sok irató, verje meg a vissza, oh.
szebbeket, jobbakat kerestél. A piros rózsának elhajlik az ága, én is elhajlottam egy hűtlen szavára. Mit ér a rózsafa piros bimbó nélkül? Mit ér a szerelem igaz hűség nélkül? Mit ér a szerelem igaz hűség nélkül? Köszönjük szépen a Magyar Dalkörnek a műsorát. A kultúra megszerzésének gyönyörű példája a környei hagyományőrző német nemzetiségi tánccsoport. Őket láthatják a következő percekben. A gyerekek színfoltja mindig, gyerekek szereplése mindig üde színfoltja rendezvényeinknek. Fogadják őket nagyon sok szeretettel. Vezetőjük Luber Petra és Weberné Kürti Anikó.
mit so feig, mit wo liebst du mich so ewig? Du liebst du mich so feig, mit wo liebst du mich so ewig? Műsorát. A következő percekben a környéki német nemzetiségi dalkört hallhatják. A dalkör a tavalyi évben ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. Évek óta gyűjtik a környéki dalokat, de szívesen tanulnak a környékbeli németektől is. Csoport jelenleg 15 főt számlál. A dalkör tagjai várják azokat, akik velük szeretnének énekelni, és egy vidám csapathoz szeretnének csatlakozni. Vezetőjük Csanálosi László fogadják őket szeretettel. Die Erinnerung, die bei mir steht.
Most élen égen az, beszáll legőszegnünk. Ó, hívnám Váterház, a fülön vízes tan. Mondd
Thank you.
Köszönjük szépen a Környei Német Nemzetiségi Dalkör műsorát. A Környei Schwungtanz Gruppe 2013-ban alakult. Céljuk nem csupán a hagyományőrzés, hanem hogy a szürke hétköznapokból vidám órákat varázsolhassanak. Aktívan bekapcsolódnak az önkormányzat helyi kulturális életében. A mai repertoárjukban polkát, keringőt láthatnak. Csoport jelenleg 12 taggal működik, vezetőjük Ekési Katalin, fogadják őket szeretettel. Thank you.
Köszönjük szépen a Környei Schwung Tánc Gruppénak a csodálatos produkcióját. A következő percekben a Kisfaludi Mihály Általános Iskola és az Alapfokú Művészeti Iskola helyegető táncegyüttesének pünkösdi szokásait, rábaközi táncait mutatják majd be. Az együttes a harmadik osztályos gyerekekből áll, közülük 12-en mutatkoznak ma be. Csapatban 3 fiú és 1 lány ma lép fel először az együttessel, ők évközben csatlakoztak a helyegetőkhöz. A teljes együttes június 14-én a vizsgálóadáson mutatkozik be, az esemény egyben a Szivárvány Táncegyüttes 30 éves jubileumi gálája lesz. Fogadják őket szeretettel! Thank you.
Köszönjük szépen az iskolások műsorát, gratulálunk, és sok sikert kívánunk nektek a 30 éves gálához is. A következő percekben pedig a Bőrnadrágos Banda fogja önöket szórakoztatni. Mindenkinek kellemes időtöltés és jó szórakozást kívánok!